Egyenmozgalom. Elsőnek cipőket, meg ruhát. Hát van egy történetem, ami arról szól, hogy az egyik gyerek elindult egy lejtőn, ami azt jelenti, hogy már nagyon a drogozás határán volt, nagyon sok lelki problémája volt, és lejárt az edzést, és hogy az edzőnek nem csak az a feladata, hogy azt, amit tanult, mozdulatokat és ezeket átadjuk, hanem a lelkekben is foglalkozni kell, és sikerült ott ebből a gödörből kihoznunk. Elsősorban azt vállaltuk, hogy a gyerekeket, ahol lehet, segítjük, így edzésileg is, tehát edzés lehetőséget biztosítunk nekik, illetve nyáron, amikor van edzőtáborunk, akkor az egyesület költségén levisszük őket, és megpróbáljuk minél több kung fu és tai chi-ra tanítani őket, legyen ez önvédelem, vagy legyen ez a belső tulajdonság megismerése, és ebben próbálunk nekik segíteni. Szeretnélek megkérni, hogy ha lehet, akkor csatlakozz a Hegyen mozgalomhoz, hogy te is tud támogatni a hátrányos helyzetű családokat és gyerekeket.